Szent István napra készülve, tájékoztatás útlezárásról, nőtt a vendégészakák száma, fegyveres rablás Szolnokon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. augusztus 16-án 18 óra 5 perckor. Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnep az államalapítás és az államalapító Első István király emlékére. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott fő ünnepe. Hogy milyen programokkal várják a szervezők önöket, arról Sótiné Szatmári Dóra ad tájékoztatást. Köszöntöm nézőnket Sótiné Szatmári Dórával, a Délini Kulturális Központ vezetőjével a Szent István napi programokról beszélgetünk. Mikor is indulnak a programok és mivel? Augusztus 19-én indulnak a programok. 9 óra 30 perckor lesz az országzászló felvonása, majd azt követően az ünnepi önkormányzati ülés a Városházán. Délután pedig a katolikus templomban lesz az ünnepi szentmise és körmenet. Ez egy ünnepi alkalom lesz, hiszen 250 éve telepítették be Karcagra a katolikus családokat, és 120 éves a jelenlegi katolikus templom, úgyhogy ez ennek a tiszteletére lesz. 20-án a program az egy picit másként lesz, mint ahogy korábbi években megszokhattuk, hiszen délelőtt lesz a mezőgazdasági gépek felvonulása, illetve a gépmustra. 9 órakor fog kezdődni. Innen a főtérről, Dériné előtti térről indulnak majd a gépek, tesznek egy kört a városban, ahogy a hirdetésekben is lehet látni, és aztán ismét visszatérnek ugyanerre a helyszínre. Amíg ők felvonulnak, addig a templomkertben lesz családi program. Langaléta garabonciások adják elő gólyalábon a vásári komédiájukat, és ezt követően pedig a Városháza előtti téren a kenyérszentelés, kenyéráldás ünnepe lesz, hiszen a Magyarok Kenyere program, 15 millió búzaszem program helyszínei most városunk voltak, illetve még lesznek itt 20-án, és ez a kenyér ünnep tulajdonképpen, ami itt a Városháza előtti téren kerül megrendezésre. Még a templomkertben lesz egy ilyen néptánc forgatag. Flashmobra várjuk azokat, akik szeretnének egy kicsit táncolni, hiszen azért itt a vírus befolyásolta a mi életünket is, hiszen a néptáncosok, azok, akik nagyon szeretik a néptáncot, picit háttérbe voltak szorulva, hiszen nem próbálhattak, nem lehettek előadások, úgyhogy most ennek próbálunk egy kicsit helyet adni, úgyhogy ott majd a templomkertben várjuk egy rövid kis flashmobra a táncolni vágyókat, hogy fel lehet venni a szép néptáncos ruhákat, amik otthon vannak a szekrényben, és akár úgy is ki lehet jönni. Aztán a programban lesz egy pici szünet, technikai átállás lesz, hiszen már most hagyományvárosunkban, hogy augusztus 20-án a Szolnoki Szimfonikus Zenekar érkezik a városba, és nagyon, nagyon jó hangulatú koncerteket szoktak adni. Ebben az évben is így lesz. A Városháza előtti teret rendezzük be a Szimfonikus Zenekarnak, és ott filmzenékből látunk majd részletet, ezt kivetítéssel színesítik, illetve 50 perc alatt a föld körül ez a műsor címe. Tehát egy nagyon-nagyon szép koncertre és jó hangulatú koncertre várjuk az érdeklődőket. Ezt követően pedig egy retro videódiszkó lesz az, ami a bízunk benne, hogy sok mindenkinek elnyeri majd a tetszését. 21-én is folytatódik tovább a háromnapos
programsorozat. 21-én már sportrendezvények lesznek, illetve majd koncert lesz este az ifjúsági házban. A sportcsarnokban asztali tenisz verseny lesz, illetve kint a kosárligetben streetball bajnokság, amire még várjuk a jelentkezőket, 17-éig lehet jelentkezni, úgyhogy várjuk a csapatok jelentkezését. És a 21-e este az egy rockfesztivállal zárul, ez a második karcagi rockfesztivál nevet viseli, 4 zenekar fog fellépni, úgyhogy hát a rockzene kedvelői is már igen-igen érdeklődnek iránta, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is sokan leszünk. Akkor ezek voltak a Szent István napi programok, amelyre sok mindenkit várnak a szervezők, de úgy tudom, hogy készülünk egy szeptemberi nagyobb rendezvényre is. Igen, szeptember 25-én kerül megrendezésre a Városnapja program. Bízunk benne, hogy a járványügyi korlátozások, illetve a vírus engedi majd, hogy ez megrendezésre kerüljön abban a formában, ahogy szeretnénk, hiszen koncertekkel, utcabállal, tűzijátékkal, családi és sportprogramokkal várunk majd minden kedves kilátogatót itt a város főterén. A Birkafőző Fesztivál nagy színpadához hasonlóan ugyanígy itt a Madarasi út, Kossuth tér, Kálvin út kereszteződésében lesz fölállítva a színpadunk, és az esti sztárvendég pedig a Kowalski meg a Vega együttes lesz, úgyhogy már nagy erőkkel készülünk erre a rendezvényre. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban a Szent István napi események miatt útlezárásra és forgalom elterelésre kell számítani. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy városunkban a Szent István napi események miatt 2021. augusztus 19-én csütörtökön 18 órától 19 óráig a Püspökladányi út, Széchenyi Sugárút és Kazinci utca közötti szakaszán útlezárásra és forgalomterelésre kell számítani. 2021. augusztus 20-án az alábbi útszakaszok lezárásra kerülnek. A Kossuth tér. A Kossuth tér Madarasi út, Kálvin út kereszteződésétől a Dózsa-György út, Táncsics körút kereszteződéséig. A Kossuth téri rendőrségi szervízút. A Kossuth téri szervízút Kertész József utca 1, Horváth Ferenc utca 1 szám közötti szakasza. Felhívjuk figyelmüket, hogy 2021. augusztus 20-án 9 és 11 óra között a mezőgazdasági gépek felvonulása miatt az alábbi útvonalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A felvonulás útvonala Kossuth tér, Madarasi út, Deák körút, Kisújszállási út, Tesco körforgalom, Vasút út, Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, Temető út, Dózsa-György út, Kossuth tér. A kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó, a járvány megfékezését célzó védelmi intézkedések könnyítésének hatására a belföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma júniusban 2020 azonos hónapjához viszonyítva másfélszeresére nőtt, de 33%-kal elmaradt a járvány kitörése előtti év 2019 júniusához képest. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2020 júniusához mérten kétszeresére emelkedett, 2019 azonos időszakához viszonyítva 85%-kal csökkent. Az előző hónaphoz képest a belföldi vendégészakák száma 585 ezerrel magasabb volt. Júniusban az előző év azonos időszakához képest az összes bruttó árbevétel folyóáron 85%-kal 24,9 milliárd forintra nőtt. A szolnoki járási ügyészség indítványt tett két 20 éves szolnoki férfi letartóztatására fegyveresen elkövetett rablásbüntette miatt. A megalapozott gyanú szerint 2021. július 7-én a délutáni órákban a baráti viszonyban lévő gyanúsítottak egy szolnoki vendéglátóhelyen megállapodtak abban, hogy aznap este rablási cselekményt fognak végrehajtani. Ennek érdekében mindketten váltóruházatot, símaszkot, kesztyűt, szigetelő ragasztószalagot és két gázriasztó fegyvert vettek magukhoz egy táskába pakolva.
A két gyanúsított késő este, már sötétedés után a Zagyva folyón átívelő vasúti híd melletti fás területen átöltöztek, maszkot és kesztyűt vettek magukra, a ragasztószalagot és a riasztófegyvereket pedig egy táskába vitték magukkal, és elindultak egy közeli társasház irányába. A gyanúsítottak a társasház kapunyító kódját már korábbról megtudták, ezért bejutottak az épületbe, majd bekopogtak az egyik lakásba is. Arra hivatkoztak, hogy ők a szomszédok. A sértett férfi a lakás ajtaját résnyire kinyitotta, majd meglátva a két fekete ruhába öltözött gyanúsítottat, az ajtót megpróbálta visszacsukni, azonban a gyanúsítottak erővel benyomták az ajtót, így bejutottak a lakásba. A sértett bár eleinte védekezett, de az egyik gyanúsított a fejéhez tartotta a gázriasztó fegyvert. Ezt még megpróbálta kicsavarni a kezéből a sértett, de a gyanúsítottak együttes erővel megtörték az ellenállását. Időközben a sértett élettársa is felriadt, de ekkor a férfi már a földön feküdt, a gyanúsítottak fegyvert szegeztek rá. Ezt követően a gyanúsítottak ragasztószalaggal a sértett nő és férfi kezeit összekötözték, és a szájukat is leragasztották. A gyanúsítottak a két sértett a hálószobai ágyra ültették. A gyanúsítottak a két sértettet a hálószobai ágyra ültették, ahol az egyik gyanúsított vigyázott rájuk, mialatt a társa a lakásban kutatni kezdett. A gyanúsítottak nagyobb összegű készpénzt találtak, amelyet magukhoz vettek, majd a sértettek szájáról a szigetelő szalagot levették, és a lakást futva elhagyták. A cselekményt követő napon a gyanúsítottak a jogtalanul megszerzett készpénzt egymás között elosztották. Egy szolnoki lakos tett bejelentést a rendőrség segélyhívó telefonszámára 2021. július 7-én késő este, miszerint két ismeretlen, arcukat maszkkal eltakaró személy hatolt be a lakásba, és mint később kiderült gáz- és riasztófegyverrel megfenyegették őket, megkötözték, ezt követően a lakásból készpénzt tulajdonítottak el. Az eljárás során végrehajtott széleskörű adatgyűjtés és elemző tevékenység eredményeképpen 2021. augusztus 11-én a főkapitányság nyomozói a Tisza bevetési egység közreműködésével elfogták, előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható két férfit. A feltételezett elkövetők gyanúsítotti kihallgatásuk során a cselekmény elkövetését elismerték. A rendőrök őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását a szökés elrejtőzés veszélyre tekintettel. A végzés az egyik gyanúsítottal szemben végleges, a másik gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be a határozat ellen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!